Lajosnak hosszú. Knežević helyzetben, Knežević Dibusz véd. Pont középre jött a lövés, aztán az ismétlés, Dibusz! Na, az már... Kis Tamás helyén játszik, ha már az elmúlt fordulóhoz képest összevetem az összeállításokat. Szép csel közben, Fanny, Bumba mellett. Hadzsiev. Jól érezte, hogy nem engedheti ki. Fanny. Gyönyörű labda átvétel Knežević. Na, ez Zidán csel Prostertől, és mivel hagyja őt Szolnoki, Proster megiramodhat. Óriási szerelés Fanny-től. És róla megy így ki. Fanny. Kultúrát labda kihozatal, Fanny egy indítással, Henti, és nem volt lesen ezúttal sem, Henti veszi át. Balog nem tudta megszerezni a labdát, maradhat a kékmezeseknél. Vanecek. Ez az első tétmérkőzése idén. Nem olyan volt még jó megmozdulása. Fanny indít. Henti érkezik, és Henti elég. Hazai pályán egyébként 50%-os volt emérkőzést megelőzően a Puskás Akadémia mérlege. Három győzelem mellett három vereség, ugye a legutóbbi két hazai. Vannak Meissnerék középen, talán ő a legmagasabb játékos az egész mezőnyben, illetve Vanjacek még nála is magasabb, ott a visszafejert. Na majd most, 65. perc már. Puskás Akadémia szabadrúgás, tehát van Nief a kapu felé, ott a csúsztatás, és éppen csak mellé. Hadzsiev. És megint van segítség, Urbik lépett vissza, igaz? És pontatlan volt, van Niefnek kell. Van Nief. Remegni kezdjenek, hogy itt bizony vért kell izzadni ebben a stadionban. Hát izzadni izzad a Puskás, az biztos. Na de nézzük ezt az indítást, ez jónak. Négo. Ügyes csel. Álva várta a labdát Kovács István. Könnyedén meg tudta fejelni Gévai a labdát. És ezzel akár lehet is menni. A második indítás, vagy a második cseh. És hát őszintén szólva eddig az nem jutott eszembe, hogy mi van, ha döntetlen lesz, vajon melyik fél lesz esetleg azzal elégedetlen. Nem biztos, hogy bármelyik elégedetlen. Tenni nem sikerül neki, aztán pont le lerúgja, Perec szedi össze még a 16-os előterében, de nem tudja átcselezni magát ott a felcsúti játékosokon. Fanny, Simon most jöhet vissza a pályára. Szolnok jön a jobb oldalon, az remek meglát. Kis. Pillanatban odaér Szolnoki. Bobodó. Szép becsúszás aztán. És Fanny, akinek van már gólja is a felcsútiak mezében, ugye még a Magyar Kupában talán. Futása során és az európai rangsorokat összehasonlítva is komoly teljesítménynek számít. Knežević. Henti. Kapott egyet Bollától. Marad a labda azonban az Eténél. Radó hátulról. Henti. Kapott egyet Bollától. Marad a labda azonban az Eténél. Radó hátulról. Az új szerzemények, Vanjecekkel az élen, jön is középre a szabadrúgás, Hadzsiev fejesét véri, óriási bravúra a pad. Ezt is Fanny végzi el. Ez sem rosszul, ezt most nagy Zsolt.